csirkás testre, berepülő balorog, most jöhet, azaz, úgy, még egyszer. Lehet két bal egyenessel vissza, hogy olyan kicsit hátra is lépjen, és úgy menjen el jobbra. Tehát a bal jobb, jön vissza az két bal ellenütés, elment oda, és onnan egy balorog. Rendi? Szép volt. És Sibácsi, ezt hol tanulta ezeket a dolgokat? Hát nagyon hosszú tapasztalat ez, meg ugye nagyon fontos, nagyon fontos az edzőképzésnek a hosszú távú, a TFN végeztem a szakedzőt, előtte két évet jártam az edzőire, előtte meg egy évet a segédedzőire, tehát ez pontosan 7 év. Na most ennek a tapasztalata, meg olyan mesterekkel mellett dolgozhattam, ugye elsősorban apámat említem, aki nagyon sokáig volt, hogy a Honvédnek a vezetőedzőn, Csöpi bácsi, olimpián is kint járt, akkor Énekes Sárpáddal is volt szerencsém együttműködni, és nem beszél, hogy a Paplaci bácsira, aki 4 éven keresztül volt a Laci bácsinak. Szép volt, Laci bácsinak a segítője. Tehát hát innen azért hosszú évek alatt az ember összegyűjti, nem beszélve arról, hogy a rengeteg olyan nemzetközi eseményen voltam, itt 6 olimpián plusz egy ifjúsági olimpián, több mint 10 VB-n voltam ifjúban és felnőttben is, és ahol mindig ellátogattam a klubaiaknak, oroszoknak az edzésére, hát és így apránként összecsipegettem ezeket a dolgokat. Mitől lett ő hulla? Hát lehet, hogy mikor beszélgettünk, közben elfáradtam. Ütöttük egymás, mint a ide is nem vagy még egy mentet csináljatok a tezem. Amikor veszélyben van a boxolóm, akkor az edzőre van bízva, hogy meddig engedi küzdeni. Hát egy nagyon híres boxolónk volt a többször is Európa-bajnoki érmes, és a Európa-bajnoki döntőben voltunk, és a Paplaci bácsnak segítettem ott a ringsarokban, 1989-ben volt, és akkor megütötték a mi boxolónkat, és akkor a Laci bácsi mondja neki, hogy öcsi, adjuk föl. Hát én majdnem elájult, hogy a háromszoros olimpiai, nem tudom, 20 éves szövetségi kapitány a segítő edzőnek mondja, hogy adjuk föl. És én még olyan voltam, hogy mondom, Laci bácsát mondom, hogy EB döntőm. Az első rászámolás után pláne egy olyan boxolónkról volt szó, aki nagy ütőerejű bunyós volt. Mondom, várjuk még egy kicsit, mondom, egy EB döntő, ne adjuk föl. És igaz lett a Laci bácsok, mert következő helyzetben megint rászámoltak a mi boxolónkra, és föl kellett adni a meccset. Elmondta, ki volt? Nem akarom elmondani, mert ez egy igaz történet. Öcsi bácsiak is volt egy ilyen jelenet az életében, életem legdrámaibb jelenete. Itt a Pistiről van szó, Kokoró, hogy látom a mozgásán már, hogy csinált egy csomó ilyen pótselekvést csináltam, ami leplezni akarta azt, hogy egy kicsit feszült hangulatban van. Tehát ott az edzőnek, hogyha jól ismerte volna az edző, és az edző nem függ a menedzserektől, meg a promotertől, meg ezektől, akkor ugye meg kellett volna szólni, hogy egy kicsit visszafogottabban, még nagyon az elején vagyunk, nagyobb koncentrálás kell, fegyelmezettebben, és akkor úgy kellett volna irányítani a boxolót. Most teljesen mindegy, hogy kiről van szó, hogy mondjuk ez az esetről ezt tudjuk, hogy kiről van szó, de más esetekben is előfordul. Tehát egy edzőnek hatással kell lenni a boxolóra. Na most itt, hogy mivel ez egy nagyon hosszú küzdelem előtt álltunk, mégis ez a 34. menetben volt, amikor már lehetett látni azt, hogy itt egy hullámvölgy van, mert azért nyúlt a Pisti ezekhez a manírokhoz, úgy mondjam. És ugye az edző akkor nem utasította, és akkor megtörtént az, hogy kapott egy súlyos ütést, előtte is volt már egy ütés, ami keményebb volt, meg azelőtt is már láttam, hogy bajok vannak, és akkor az a szünetben, nem hogy azt mondták, ugye, mert olyan állapotban került be a szünetben, abban a pillanatban gongattak, hogy nem volt értelme a folytatásnak. Tehát akkor edzőnek föl kellett volna vállalni azt, hogy azt mondom, hogy itt vége van. Nagyon megsajnáltam, az biztos. De hát mondjuk az egy pillanatnyi érzés volt, hát különben is, aki érzékeny lehetett, azt nagyon megviselt engem. De aztán utána mondom, hogy a Pista megerősített abban, hogy azért hogy nem dőlt össze a világ, és úgy talpra állt a Pisti, hogy ebből is tud értékeket kivenni ebből a vereségből. Tehát azért kell határozottan keményen beverni a baljobbat, hogy az ellenfél vissza akarjon támadni a szenvedélyből, meggondolatlanul. És ezáltal, hogy hátraléptem egyet, mellélépek és úgy visszatámadok. Tehát ez benne a csel. Tervezi a nősülést. Azt, ha mondjuk a családban volt, nem, én kitart, én egész marogá vagyok, nem olyan, a faterra nem hasonlítok ilyen szempontból, hogy olyan nehéz élete volt a faterra, nem paraszkodni akarok, azért vidámát tettem, de hogy
az én édesanyám az kisrác korunkban meghalt, és ugye a faternek akkor fiatal ember volt, úgyhogy akkor egy házasságot kötött, aztán közben a Julika nagyon kedves, aranyos, kedves feleség volt a faternak, aztán közben ő is meghalt, és akkor aztán utána még egy házasságot kötött, de azt már 80 fölött. Hát mondjuk én mindenféleképpen, tehát hogy remélem, hogy nem történik ilyen az életemben, de hogyha bármilyen változás történne be, mint ilyen tragikus változás, akkor sem terveznék olyanokat. Hát a fater, én nem hasonlítok ilyen szempontból apámra, inkább anyámra hasonlítok, akit ugye egész gyerekkorunkban elvesztettünk. 2001 óta nem dohányzom, mert nehezemre esett a beszéd, és hogy a boxteremben ott át kell kiabálni a tömeget, ugye, mert hogyha csattog a zárt, meg a ugáló kötél, tehát nagy zavar van, és egy kis teremben nem hallják meg az edző hangját, hogyha nem rendelkezik megfelelő hangerővel. És egy időben már sok cigitől már éreztem azt, hogy nem tudom át kiabálni úgymond az edzőtermet, és akkor abba hagytam az edzősködés miatt a cigit, pedig erős dohányos voltam nagyon. De még mindig maradt ez egy kicsit egy ilyen kis rekedtségem. Hát ez mondjuk nagyon fiatalon kezdtem el edzősködni, és ugye mindig nagyobb hangerő van, még a ringsarokban fiatalok koromban rengeteget kiabáltam, most már meg se szólalok. Tehát rájöttem arra, amit a Paplaci bácsi, és mindig követett, finoman ráütött, amikor együtt voltunk a Laci bácsi, nagyon büszke vagyok arra, hogy 4 évig segítettem a Laci bácsinak, rengeteget tanultam tőle, hogy kell viselkedni a ringsarokban, meg milyen tanácsokat kell adni, hogy nem kell ott kapkodni, nyugodtnak kell lenni. És abban az időben, amikor ilyen lelkesre oda kerültem, azt hittem, hogy az milyen sokat számít, hogy ott kiabálok. És akkor mindig csak én finoman rátette a lábamra a kezét, hogy akkor kicsit csöndesebben. Most már én vagyok így, hogy oda viszek egy fiatal edzőt magam mellé a ringsarokba, mert előbb-utóbb azért szeretném majd átadni a helyemet, akkor én is így figyelmeztettem őket, hogy ne lelkesedjetek annyira, majd a szünetbe elmondjuk. A Kovács Pistire, hogyha szóba jön, mert előbb-utóbb úgyis a kérdés felé irányul, hogy a Pistivel olyan szerencsés helyzetbe kerültem, amikor 1988-ban, hogy a Pisti belépett a másodéves ifjúsági boxról, lett ugye abban az évben töltötte be a 18-at, de már előtte való évben is már úgy nézegettem az edzését, ott voltam a ifi válogatottnak, voltam az edzője, és attól kezdve mondjuk olyan szoros együttműködés alakult ki közöttünk, hogy mondhatom azt, hogy a nagyobb részt mondjuk az ő edzéseit vezettem, és a mérkőzéseit is ott voltam, de kimondottam úgy, hogy csak én vezettem az edzését, és csak én álltam a ring sarkába, az 1994 évvégétől volt, tehát a 95-ös évet teljesen, 96-os meg a 97-es évet csak velem dolgozta végig. Én edzettem, én voltam ott minden meccsen a ring sarokba, de mondjuk ez a folyamat 88-ban kezdődött. De nagyon... És olimpiai és világbajnoki aranyérmet. Hát nyert ugye olimpiai bajnoki címet, világbajnoki címet és Európa bajnoki címet. Tehát minden olyan címet megnyert amatőrbe az együttműködésünk alatt, ami olyan boxot mutatott be, hogy annyira elismert volt, hogy az olimpián együtt voltunk. Ugye ott szó volt róla még az utolsó pillanatban, hogy ő lesz az olimpiának a legjobb boxolói címét is megkapja. 96-ban volt olimpiai bajnokunk a Kovács Pisti. Na most ugye... Ilyen baráti társaságban ez nagy pofán volt, meg mondtam, hogy addig szeretnék élni, még újra nem lesz olimpiai bajnokunk. Én azt szeretném, hogyha lenne még olimpiai helyzet boxolva, mert addig mindenféleképpen edzősködni akarok. Most a legnagyobb esély a Harcsa Zolinak van, aki nálam boxol. Hát az nekem az egy nagyon nagy előttételen. És az életben? Persze. Akkor az életben nem kívánok meglepetést. Azt ne kívánjon, ez így menjen tovább még nagyon sokáig. Én azt kívánom magamnak.